Vasárnap érkezett Szombathelyre a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, ami a Petőfi Sándor emlékév alkalmából jött létre. Januárban lesz nagy költőnk születésének 200. évfordulója. Az utazó kiállítás kiemelt célja, hogy minél több emberhez eljutassa Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját élményszerűen. De ez egy különleges kiállítás, nem a költő születésétől a haláláig időrendi sorrendben mutatja be a költő életművét, hanem tematikusan. Ugye ez egy utazó kiállítás, úgyhogy a legtöbb téma az kapcsolódik a pályára lépéshez, az, hogy hogyan épül ki, vagy éppen fogy el az út Petőfi előtt, és hogy hogyan válaszol ezekre az új élethelyzetekre, akár a költői pályáját, akár a forradalmi szerepét tekintve. Ez egy rekonstrukció, de Petőfinek volt egy ilyen lila frakja. A kiállítás egy képzeletbeli utazás 10 emblematikus tárgyon keresztül. Ilyen az édesapa Petrovics István mészáros bárgya, a Szendrei Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárdákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. A busz hátsó ülésein Petőfi relikviákból látható egy digitális kollázs. Különböző korosztályok látogatnak el hozzánk, akár óvodásoktól egészen az érettségiző diákokig. Azt tapasztaljuk, hogy mindenkinek nagyon tetszik a kiállítás. Ugye ez egy interaktív kiállítás, tehát a diákok bármihez hozzáérhetnek, kihúzogathatják a fiókokat, önállóan felfedezhetik a tartalmakat, és mindenkinek más tetszik igazából, valakit inkább a versek ragadnak meg, valakit inkább a játékok. Ezek a kis zsebek, amiket ki tudtok hajtani, ilyen rejtett tartalmakat találtok. A múzeumbusz nagy népszerűségnek örvendett Szombathelyen, a diákcsoportok egymásnak adták a kilincset a 3 nap alatt. Az utazótárlat jövő augusztusig több mint 200 településen fordul meg Kárpát-medence szerte.